Szép jó estét kívánok, köszöntöm a Paletta magazin nézőit. Mai adásunkban két beszélgetést láthatnak. Először Látrányi Viktória vendégeként Babits Noémi, a kiváló ifjú tehetség, hegedűművész fog megszólalni. Ezt követően pedig ellátogatunk a Csók István képtárba virtuálisan természetesen, ahol a hétvégén az Országos Könyvtári Napok keretében rendezik meg a Japán Estet. A vendég Fers Renáta és Radics Éva. Tartsanak velünk! A zene világnapja kerül a középpontba a Paletta kulturális magazin első felében, és sok szeretettel köszöntöm stúdiumban Babits Noémit, szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Mindenképpen elmondható veled kapcsolatban az, hogy hegedű művésznek tanulsz a Zeneművészeti Egyetemen, ami a Debreceni Egyetemhez tartozik, ugye? Igen, igen. Most vagyok harmadéves az iskolában, és előtte pedig a Konziba, ide a Hermann László zeneművészeti szakközépiskolába jártam. Ide Székesfehérvárra. Igen, igen. Úgyhogy igen, legszebb diák éveim voltak. Így szeretted meg ezt a hangszert is egyébként? Hát igen, előtte is már tanultam, de itt szerettem meg igazán, szóval itt kaptam olyan környezetet, ahol tényleg öröm volt már vele foglalkozni a hegedüléssel. Úgyhogy igen. És nem véletlenül vagy itt, hiszen a zene világnapjához kötődően készültetek alkotótársaiddal egy klippel. Igen, igen, nyáron vettük fel ezt a klippet, meg a stúdió részét, és igen, most készült el így a zene világnapjára. Többen dolgoztatok akkor az egyetemista szaktársait közül, vagy pedig úgy a nagyvilágból, ismeretség, baráti körből készítettétek ezt a szép munkát? Hát korábbról ismertem a zeneszerző Spisák Pétert, és hát Oroszlányról ismerjük egymást, és ő írta a zenét, és ő is zongorázza, én hegedültem, és Fognár László szintén oroszlányi gitáros játszotta föl a zenét. Hamarosan beszélünk akkor még erről, de azt javaslom, hogy akkor most legyen egy klippei premier itt a Fehérvár Televízióban. Jó, jó. Thank you.
No, hát ha figyelmesen néztük azért ezt a klippet, akkor a térséghez, a megyéhez köthető ismerős helyszínek azért feltűntek benne. Hol zajlott a forgatás? Igen, a Gessner háznál sikerült a helyszíneket felvenni, illetve a Varázskáfolnál, úgyhogy igen, itt találtunk ilyen mesebeli környezetet. Ez ugye ott a Csákvár környéki rész. Igen. Szóval arrafele. Tehát nem csak az alkotócsoport kötődik ide a térséghez, a környékhez, hanem maga a klip is végül is. Igen. Mikor kezdtél el foglalkozni, ugye említetted, hogy korábban is tanultál zenét a Hermann zeneiskolán kívül. Mikor kezdett el foglalkoztatni téged a zene, a zene szeretete? Amikor elsős voltam, általános iskolás elsős, akkor irattak be a zeneiskolába oroszlányra, úgyhogy ott tanultam először 8 évet alapfokon, és utána kerültem ide a Székesfehérvári konziba, úgyhogy még ott voltam előbb, illetve igen, ott tanultam ki előtte a hegedülés alapjait. De az szél is volt akkor a 8 osztály után, hogy ide Székesfehérvárra jöjjél a Hermann iskolába? Igen, szóval a város is nagyon vonzó volt, meg a Nagy Ivett tanárnőt is megismertem, szóval ő is ide hívott, illetve igen, vonzó volt számomra, hogy ide jöjjek. Mi a terv? Hát diploma után esetleg zenekarban szeretnék elhelyezkedni, de mindenképpen így előadó művészettel foglalkozni. Úgyhogy igen, szóval a zenével foglalkozni, ez a célom. Mondjuk a zenevilágnapján azt hiszem, hogy nincs is szebb dolog, mint zenéről, vagy a zenei nevelésről beszélgetni, de hogyha valaki mondjuk kedvet kapna most éppen nézi ezt a beszélgetést, vagy azon gondolkozik, hogy a gyermekének zeneiskolát, vagy zenei oktatást néz, akkor mit ajánlanál, hogy miért jó zenével foglalkozni? Nagyon meg tudja szeretni az embert a zenét, és nagyon jó kikapcsolódás, szóval ha esetleg ha vidám az ember, ha szomorú, ha valamilyen problémája van, akkor is bármilyen hangulata van, hozzányúlhat a hangszerhez, és akkor tényleg megtalálja azt a módot, hogy jobb kedve legyen, illetve szerintem sokat tud segíteni az embernek a lelki világán, meg tényleg remek kikapcsolódás, úgyhogy én csak ajánlani tudom. Mi az, amit neked adott a zene? Mindez, hogy mindezen felül. Az élet célomon kívül, nem tudom, szóval kiegyensúlyozottabb ember lettem, szóval igen, de nagyon sok barátságra is tettem szert, meg tényleg élvezem az egészet, úgyhogy igen. Milyen volt ez a munka, ez a közös munka a többiekkel, milyen élményekről tudnál mesélni még? Miután sikerült kiválasztanunk a helyszínt, a Csákvári Gessner házat, utána körbenéztünk a területen, hogy milyen mesebeli helyeket lehetne találni a kliphez, illetve ilyen álombeli jelenetekhez, és akkor ott találtunk ilyen hidakat, meg alagutat, meg ilyen sziklamászást, úgyhogy az volt érdekes, hogy így hogy lehetne ezeket így megmászni, meg beilleszteni a klipbe, úgyhogy az is egy jó volt, hogy így kigondolni, hogy lehet ezekre fölmászni, meg így beleilleszteni, meg tényleg így felfedezni a tájat, úgyhogy igen, meg fölmenni a lépcsőn, úgyhogy az is izgalmas volt, meg közben a darazsakkal küzdöttünk, úgyhogy megtámadtuk titeket közben a darazsak. Igen. Úgyhogy voltak érdekes pillanatok, de izgalmas volt nagyon. Ez volt az első ilyen közös klip vagy munka, amiben szerepeltél? Ennek a csapatnak vannak másik számai is, de azok énekesek, úgyhogy így énekes nélkül ez az első közös számunk, és az egész csapatnak ez az első videoklipje, úgyhogy igen, ez ilyen első szám. Nálunk most volt ugye a premier, de ezt már láthatták máshol is, vagy volt már fogadtatás, vagy csak így a szűk baráti kör látta még? YouTube-ra tettük fel a videoklipet, szóval eddig csak interneten láthatták az emberek, és még előadva se volt a szám, szóval igen, ez ilyen premiernek tekinthető. Akik már láttak, ott milyen visszajelzés volt, vagy akik hallották ezt a darabot? Pozitív visszajelzéseket kaptunk, úgyhogy sok embernek tetszett, és hát különlegesnek tartották, de meglepően tetszett nekik, úgyhogy szóval nem ez a megszokott stílus, hogy
popszám, vagy nem tudom, vagy énekessel, úgyhogy igen, attól függetlenül, hogy más jó visszajelzéseket kaptunk. Akkor ezek szerint népszerű a klasszikus zene, mondhatjuk. Igen, igen. Hát igen, próbáltunk belekeverni ilyen könnyű zenei elemeket is, meg az alapon vannak ilyenek, de igen, szóval ilyen félig klasszikus, félig könnyű zenei szám, de igen, szóval tetszett az embereknek. Lesz folytatás? Tervezzük, igen. Én köszönöm szépen, hogy megosztottad ezt itt velünk, illetve a Fehérvár Televízió nézőivel, és hát én megígérhetem, hogyha lesz folytatás, akkor szívesen beszámolunk majd róla. Jó, nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm. Mi pedig megyünk tovább, hiszen a japán kultúra kerül hamarosan a középpontba. Folytatjuk kulturális magazinunkat, ahogy az országban mindenütt. Tegnap este Székesfehérváron is megkezdődött az Országos Könyvtári Napok rendezvény sorozata. Ahogy beszámoltunk róla, a híradónkban Berta Gábor kiállítással nyílt meg. Jakubek Tiborné nyitotta meg egyébként a Természet csodái című nagyszerű fotókiállítást. Most pedig folytatódnak a rendezvények, hiszen szombaton én azt mondom, hogy egyedülálló, egyedi rendezvény sorozatra kerül sor a Csók István Képtárban, természetesen a Vörös Marti Mihály Könyvtár és munkatársai megrendezésében egy japán estre kerül sor. Erről fogunk beszélgetni, vendégem Fers Renáta. Szép estét, és Radics Éva, örülök, hogy itt vannak velünk. Nos, hát japán este, ez azt hiszem, hogy megdobogtatja a szívünket. Kezdjük azzal, hogy 2-kor kezdődik, 2-től 9-ig a rendezvény résztvevői veszik birtokba azt a sok-sok teret, ami gyaníthatóan egészen egyedi tartalommal telik meg. Igen, tehát az idei évben 150 éves a magyar-japán diplomáciai barátság, és mivel minden évben a könyvtár egy tematikus nemzetiséghez kötött napot rendez, ezért úgy döntöttünk, hogy idén ez a japán lesz, akiknek ezt a napot és ezt az estét fogjuk szentelni, és ez alapján állítottuk össze a programunkat. 2 órakor kezdünk egy origami kézműves foglalkozással, és ide várjuk a gyerekeket, felnőtteket, ez a könyvtár olvasó, kölcsönző részének a galériáján lesz. Természetesen ugye ránk köszön a távol-keleti kultúra, és ez nagyon-nagyon fontos. Ha valaki, akkor Radics Éva, ha nem is minden, de nagyon sokat tud a japán kultúráról. Igen, 10 évig éltem kint, ott születtek a gyerekeim, úgyhogy egy jó részét ennek a japán életnek saját bőrömön tapasztaltam meg, a kórháztól kezdve az iskola rendszeren át a házi asszonyok mindennapjait. Ez mind benne volt, és mellette, mivel hogy zenész voltam, és volt lehetőségem kint zenélni, ezért a kórusvezető pozícióból ráláttam erre a japán zenei kultúrára, és erről fog szólni ennek a japán esnek az utolsó előtti programja. Nem tudom, hogy... Ugye ez minden bizonnyal felejthetetlen lesz, de menjünk sorban talán, mert én azt gondolom, hogy amikor az origamit említette, az például itt van velünk, ahogy a cseresznyafa virágzás nem különben, a kettő között mi történik, hiszen ez egy csoda délután lesz. Igen, meghívtuk a Magyar-Japán Baráti Társaságot. Ők egy 30 éve működő szervezet, ugye ezt a magyar-japán kapcsolatot ápolják, kultúrát, és ők jönnek hozzánk 2 darab előadással. Egyrészt lesz egy ilyen címe, hogy meglepő szokások a felkelő nap országában. Dr. Vihar Judit, aki egyébként irodalomtörténész, japanológus, a haiku költő, és a japán császárnak a kitüntetettje, tehát hogy egy elég nagy név ezen a területen. Ő jön el hozzánk, és tart egy ilyen előadást. Majd pedig utána egy japán tradicionális öltözéket fog bemutatni, ez a yukata, ez a kimonónak a nyári változata, és modellekkel, tehát hogy lesznek fiatalok, akik vállalkoztak arra, hogy beöltöznek, és így végig mutogatja ezeket a ruhadarabokat, hogy hogyan is viselik ezt ott Japánban. Érdeklődéssel várjuk, mint ahogy azt is, hiszen egyszer már a Városháza dísztermében sor került egy olyan páros bemutatkozásra, amire azt hiszem, hogy a székesfehérvári kultúra kedvelői is felkapták a fejüket,
ugye Ferenczi Noémiről beszélek, amikor Radics Évával így közösen egy, az tényleg varázslatos volt. Most ismét szerepel ez a páros, de természetesen lesz muzikolor is, és három fiatal, rendkívüli tehetséges versmondó is megszólalhat. Gondolom, haikukat mondanak. Is. No, csak akkor, no, akkor menjünk sorban. Tehát zenés irodalmi est a muzikolor ének együttessel. Így van. Tehát Ferenczi Noémivel nagyon gyümölcsöző a közös munkánk, és ez egy újabb gyümölcs ezen a fán. Az ő tanítványai Varga Eszter, Janzsó Anna és Cserpalkovics Gergely lesznek azok, akik haikukat és egyéb irodalmi szemelvényeket fognak szavalni, felolvasni, hát a közelé tárni. Ezek ugye kevéssé ismertek a magyar átlagember számára, nagyon izgalmas, és nagyon sok párhuzam állítható fel a, például a magyar szólásmondások, közmondások és a japán szólásmondások között, tehát ez nagyon izgalmas. És ezt a szövegáradatot fogja megszakítani a muzikolóre és az én szóló darabjaim egy-egy ilyen kis zenei szösszenete, tulajdonképpen régi japán énekek és kortárs, vagy akár jazz zenéig is eljutunk. A kíséretet Molnár Orsolya és Király István fogják adni. Herman László zeneiskola tanárairól beszélek, egyikük zongoratanár és zongoraművész, a másikuk pedig nagybőgő művész és a zeneiskola igazgatóhelyettese egyébként, és ők fognak bennünket kísérni, és mindez Györök Bori, aki szintén Ciszteres diák volt jó pár évvel ezelőtt, Györök Bori divattervező ruháival lesz bemutatva, tehát én is nagy várakozással vagyok. Ez a japán ihletési ruhák. Japán ihletési. Tehát nem a japán régi ruhákra kell gondolni, nem yukata és kimono, hanem anime figurák, vagy nem is tudom mit mondjak, mint hogyha rajzolt ruhák lennének, tehát hihetetlen érdekes világ lesz. Miként színpadon, lehet, igen. Rendkívül igen. Széles a tárháza a japán zenének értelemszerűen. Aki járt valaha Japánban, remélem jövőre Tokióban nagyon sokan leszünk, magyarok, mármint az olimpiára gondolok elsősorban. No, de a lényeg az, hogy egészen különleges. Minden egyes rezdüléseket hogyan lehet ezt átadni? Hiszen minden különleges, ami onnét származik, legalábbis nekünk, közép-európaiaknak. Én nem gondolnám, hogy egy óra alatt ez lehetséges, de próbálunk minden szempontból hatni az érzékekre. Hát az egész délután erről szól, tehát a látványban és tapasztalatban is ez lesz. Én szeretnék képi anyagot vetíteni az ének hangunk és a szövegek alá, és látványban is ott leszünk ugye ezekkel a modern, és egy kicsit ilyen kimono is meg fog jelenni az én gyűjteményemből, egy-kettő ott lesz kiállítva. Tehát, hogy ez a képi egyébként ízlelni, ennivaló az nem lesz, ha jól tudom. Te a ház lesz, igen. Tehát, hogy ízlelni is lehet, tehát, hogy minden szegmensét az érzékszerveinknek minden meg lesz adva ahhoz, hogy élvezni tudjuk ezt a kis japán délutánt. Azt tehát ez egy egységes délután, tehát íve van, ahogy láttam. Hogy lehet, tehát nehéz dolog összeállítani, úgy, hogy hiteles maradjon? Ugye nekünk, kelet-európai embereknek kicsit az az ázsiai, így mint hogyha egybe folyna. És nagyon oda kell figyelni, hogy ami japán, az nem kínai, az nem koreai, tehát hogy próbáltunk arra odafigyelni, hogy kizárólag erre a japán kultúrkörre koncentrálni. Ez alapján összeválogattunk rengeteg könyvet, ami a könyvtár állományában szerepel. A borítókról készítettünk plakátokat, és azzal lesz az egyik oldalfal beborítva, hogy aki megtekint és szeretne kölcsönözni, az megteheti, mert ugye a könyvtár kölcsönöz végig a program alatt. Illetve lesznek kiállítások, japán rajzkiállítás, a Tóparti Gimnáziumnak a kis grafikusai kölcsönöznek nekünk rajzokat, azok ki lesznek állítva, illetve hát Évinek vannak Japánból hozott tárgyai, és akkor azok is vitrinekben végig. Tehát, ugye remek gondolat a haiku. Erről Fehérváron körülbelül annyit tudnak, amennyit Sajtos Lajossal, Vörösmarty Társaság költője jóvoltából tudhatunk, hiszen a haiku egy népszerű műfaj egyértelműen, nehéz, de népszerű költői műfaj. Viszont hogy lehet összeállítani, hogy egy egységes egész legyen a japán zenei kultúra lenyomata? Hogy lehet összeállítani a haikukkal? Úgy, hogy egységes legyen ez az egész történet, hiszen
számtalan különböző stílusú zene szólal meg. Igen. Szerintem ebben az én személyiségem fog tükröződni. Régi dallamoktól, ami egy kicsit nekünk ismerős lesz, mert a régi magyar zenére hajaz ez a régi japán zene, tehát azoknak a dallamoknak az indításától egészen a jazzig megyünk végig, és valahogy végigvezeti a japán zene történeten és a japán irodalom történeten a hallgatót ez az egy órás koncert. Szerintem kerek egész lesz, még hogyha nagyon sok mindenki is marad, mert hát nem fér bele egy órába minden, de én a kedvenceimből válogatom a régitől az újig a dalokat, és én azt gondolom, hogy ez jó érzés lesz ott ülni és hallgatni. Bízom benne én is, és biztos vagyok benne, hogy nagyon sok érdeklődés várhatnak, mert hogy ez tényleg egyedi és új nekünk. Én azt tudom mondani, hogy a magunk részéről mi ott leszünk, és kedves nézőink, természetesen beszámolunk erről. És hát köszönöm szépen, hogy megtiszteltek bennünket. Kedves nézőink, tehát szombaton, október 5-én 14 órától várja önöket a Csók István képtár, egészen meddig is? 9. Egészen este 9-ig. Köszönöm szépen. Folytatódott az Alba Régia Szimfonikus Zenekar Somorjai Ferenc hangversenybérlet sorozata. A Szent Imre templom vendége a Magyar Rádió gyermekkara volt Dinnyi Soma vezényletével. Megkezdte új évadát az Alba Régia Szimfonikus Zenekar népszerű Somorjai Ferenc kamarazenekari és kórus hangversenybérlet sorozata. A több mint koncert szlogen jegyében a Szent Imre templomban ezúttal Velencei Visszhang címmel, Dinnyi Soma vezényletével a Magyar Rádió gyermekkórusa és a Liberátum férfikar lépett fel. Olyan sorozatot folytatunk, amelyet évelején kezdtünk el, ez a Somorjai Ferenc hangverseny sorozat, és a mai estén egy nagyon, tényleg azt mondhatom, hogy különleges barokk zenei élményben lehet része annak, aki ellátogat, hiszen olyan akusztikai megoldások születnek ma este, amilyet eddig még nem valósítottunk meg a koncertjeinken. Az esten a korabarok klasszikusai villáját Gabrieli Schütz és Vivaldi művei csendültek fel, amelyek a korabarokkortól a 16. századtól Velencei iskola néven meghatározták a zenei életet. A templomnak az építése adta az ötletet, hogy itt vannak magasan karzatok egymással szemben, oldalkarzatok, 4 darab is, amilyen ugyancsak a Szent Már katedrálisban volt, és amitől kialakulhatott ez a bizonyos velencei többkórusos zene, és ezért kihasználjuk a templomnak ezt az egyedi lehetőségét, és valami egészen különleges élményben lehet része a hallgatónak, mert szinte a templom összes pontján fogunk zenélni, lent a szentély előtt is, fönt a 2 oldalkarzaton, és az orgonát is fogjuk használni, tehát minden teret kihasználunk, amit ad a templom. Isten az eszmék és muzsika így egyben program keretében Bősze Ádám vendégeként Smohai András, a Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum igazgatója beszélgetésén követhették nyomon a zenekedvelők a muzsika és a kultúra találkozási pontjait a barokk jegyében. A Szent Imre templom, hogyha körbenézek, akkor egy igazi barokk templom. Tehát az a kor, amiben ez a templom épült, igaz, hogy mondjuk Közép-Európában, tehát itt Székesfehérváron, de időben mondjuk annak a zenei, hát hogy mondjam, virágkornak az idején, ami mondjuk Velencét is jellemezte, bár ott már jóval korábban a 16. századtól kezdve pazar egyház zenei élet folyt, tehát az a fajta díszes, tényleg dús barokk zene, igazi barokk zene, amit mi elképzelünk, és amit mondjuk a II. Világháború óta elkezdenek föltárni, az most itt megszólal. Smohai András a beszélgetésen megrajzolta a zene és a királyi város kapcsolatát a barokkor történelmi változásainak tükrében. A szakrális művészet és a szakrális művészet alkotásai lesz az a vezérfonál, ami végigvezet minket Velence és Székesfehérvár viszonylatában, kapcsolatában. A Székesfehérvár törökkori újjáépítésében
ennek a eredményeképpen gyakorlatilag országosan is egyedülálló fantasztikus barokk műkincsek jöttek létre itt Székesfehérváron, a székesfehérvári templomokban. A Somorjai Bérlet sorozatban a következő vendég Marót Miklós filológus, orientalista, Magyar Tudományos Akadémia tagja lesz Bősze Ádám vendége. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt. Viszontlátásra!